Jó napot kívánok, köszöntöm a sajtó megjelent képviselőit. Ma Magyarországon egyre több olyan család van, ahol egy szülő kénytelen nevelni a gyermekét, gyermekeit, és rájuk nagyon kevés figyelem esik, a támogatásuk szinte elenyésző, hiszen nem kerülnek be abba a világképbe, amit ezt követendőnek tart. Mi úgy gondoljuk, hogy az ő problémáikat is orvosolni kell, ezért egy Nem vagy egyedül címmel elindított országjáró sorozat keretében próbáljuk minél több helyen tájékoztatni az embereket arról, hogy milyen megoldási javaslataink vannak, itt konkrét törvényjavaslatról is szó esik, amelynek részleteit majd Ábrahám Júlia, az LMP országos elnökségi tagja ismerteti. Én néhány szóban pedig az alapproblémát vázolnám fel. Az LMP számára minden család és minden gyermek egyformán fontos, nincsenek első és másodrendű családok. Szerintünk a felelős családpolitikának egy célja lehet támogatást nyújtani a magyar családok döntéseihez. Egyre több az egyszülős család, ma már minden ötödik családban neveli egyedülálló anya vagy apa gyermekét. A kisgyermekes egyszülős családok száma már 350 ezer, több mint 500 000 gyermekről beszélünk, 62%-uk szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben él. Akkor születik majd több gyermek véleményünk szerint, ha a nők és a férfiak is azt érezhetik, hogy akkor sem maradnak egyedül, ha olyan élethelyzetbe kerülnek, amiben egyedül kell megoldaniuk gyermekeik felnevelését. Jelenleg a kormány azonban elengedi azoknak a kezét, akik ilyen helyzetbe kényszerülnek. A családi pótlék ma alig tesz különbséget az egyszülős és a kétszülős családok között, hogy ott az egyszülős családokban egyetlen keresetből kell eltartani a gyereket. Csupán 1500 forinttal magasabb a családi pótlék jár nekik, ráadásul jövőre 10 éve ugyanakkora összegben. Mi úgy látjuk, hogy ez egy nagyon fontos és egyre kiterjedtebb probléma Magyarországon, ezért is élt az LMP országgyűlési képviselő csoportja a törvényjavaslattal, és hogy milyen javaslataink vannak pontosan, erről akkor Ábrahám Júlia beszél. Tehát az első és legfontosabb, úgy látjuk, hogy az anyagi segítségnyújtás, ezért a családi pótléknak az összegét 20 ezer forintra emelnénk a jelenlegi 13.700 helyett. A családi pótléknak az alapdíját, az alapösszeget is emelnénk, ahogy említette az előbb Feri, ugye már közel 10 éve lassan ez változatlan, tehát egy 30%-os alapdíj emelést javasolnánk, ez közel 1,8 millió gyereket érintene országos szinten, tehát ez nem csak az egyszülősökre vonatkozik. Visszatérve az egyszülős családok helyzetére, szeretnénk azt, hogy az iskolai kedvezmények tekintetében az egyszülős családok is megkapják a három gyermekeseknek járó kedvezményeket. Ez konkrétan azt jelenteni, hogy ingyenes lenne a tankönyvellátás a felsőbb évfolyamokon számukra is, illetve az 50%-os kedvezményes iskolai étkeztetést is megkaphatnák az egyszülős családok. Megreformálnánk több ponton a tartásdíjnak a rendszerét, hiszen ugye a tartásdíj az egy nagyon fontos tétel az egyszülős családok életében. Ha a módosító javaslataink elfogadásra kerülnek, akkor lehetővé válna például az, hogy a tartásdíj a kötelezett szülő valós jövedelem helyzete alapján legyen meghatározva, szükség esetén akár vagyonosodási vizsgálatnak az igénybevételével is. A tartásdíjnak a behajtását is sokkal hatékonyabbá kell tenni. Úgy látjuk, hogy maximum 2 hónap álljon rendelkezésre a bírósági végrehajtásra, illetve most is van lehetőség arra, hogyha behajthatatlan a tartásdíj, valamint arra jogosult az adott szülő, tehát olyan jövedelemviszonyok között él, akkor van lehetőség megelőlegezett állami tartásdíjnak az igénylésére. Ennek azonban van egy rendkívül szégyenletes, maximális összeghatára, mindössze 14.500 forint jár, akármilyen rossz helyzetben is van az a család. Erre úgy szól a javaslatunk, hogy ezt szeretnénk megemelni a bruttó átlagbér 20%-áig, ami jelenleg
60 ezer forint. Tehát ha valaki teljesen rossz anyagi helyzetben van, egy ilyen család 60 ezer forintig kapja meg ezt az állami támogatást. Szerintünk nem lehet a tartásdíj felfüggesztését nagyon korán elvenni a családoktól, tehát most 3+3 évig jár maximum ez a megelőlegezett állami tartásdíj. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt fenn kell tartani a gyermek tankötelezettségi koráig, és csak akkor lehet felfüggeszteni, hogyha a kötelezett szülő legalább 3 hónapon keresztül fizeti a tartásdíj legalább 75%-át. Tehát ez volt a javaslatainknak az anyagi része. A második programelem az pedig a munkába járást, tehát a munka és a gyermeknevelés összeegyeztetését, illetve a lakhatási körülmények javítását célozza. Itt nagy mértékben támogatnánk minden kisgyermekes család esetében, tehát ez megint csak nem csak az egyszülős családokra vonatkozik, a rugalmas munkavégzési formáknak a választhatóságát. Azt mondjuk, hogyha egy kisgyermeket nevelő szülő és szeretné, és a munka jellege lehetővé teszi, akkor csak nagyon különleges és indokolt esetben gátolhassa meg a munkáltató ennek a rugalmas munkavégzési formának a választását. Itt nem csak arról van szó, hogy rugalmas munkakezdés vagy munkabefejezés, hanem arról is, hogy olyan atipikus munkaformákat is választhassanak a kisgyermekes munkavállalók, mint a távmunka lehetősége, vagy éppen a sűrített munkahét. A foglalkoztatást támogatnánk, szintén az egyszülős családok kapják meg ugyanazokat a kedvezményeket, mint a sok gyermekes családok. Ez most ma Magyarországon azt jelenti, hogyha a munkáltató a foglalkoztatás első 3 évében ilyen szülőt foglalkoztat, akkor járulékmentességet kap a bruttó bér maximálisan 100 ezer forintnyi összeg határáig. Tehát ez egy nagyon nagy kedvezmény, és serkenteni az egyszülősök foglalkoztatását. Van egy érdekes javaslatunk még a gyermekfelügyeleti rendszerre vonatkozóan, ez közismertebb néven ugye babysitter szolgáltatás, és azt mondjuk, hogy be kellene vezetni az önkormányzatoknak a gyermekfelügyeleti szolgáltatást, mint a házi segítségnyújtásnak egy sajátos formáját. Ezt vagy az önkormányzatok saját szervezésben biztosítanák az arra rászoruló egyszülős családoknak, vagy pedig a civil szervezetekkel közösen valamilyen szerződés keretében nyújtanák ezt a formát. Nagyon fontos még, hogy erre kellene egy olyan utalványt bevezetni, ami béren kívüli juttatásként megkaphatnák ezek a szülők, és akkor ezzel az utalvánnyal tudnának fizetni a szolgáltatásért. A lakhatási problémák eseténél pedig azt gondoljuk, hogy a szociális bérlakás program esetében előnyben kellene részesíteni a gyermeküket egyedül nevelő szülőket, hogy minél előbb valami biztos fedélhez juthassanak. Az utolsó javaslatunk pedig egy országos jogsegélyszolgálatnak a felállítása, amely bizonyos jogi ügyekben tud segítséget nyújtani, támogatást, illetve a támogatási formáknak az elérhetőségét itt meg lehetne találni, illetve azoknak a kluboknak, közösségeknek az elérhetőségét, ahol hasonló helyzetben lévő családok vannak. Tehát ez egy ilyen komplex módosító javaslatcsomag, és ami még fontos, hogy azok az állampolgárok, akik szeretnék támogatni az LMP-nek ezt a kezdeményezését, az LMP honlapján keresztül megtehetik, egy kattintással tulajdonképpen az összes országgyűlési képviselőnek elküldenek egy olyan levelet, amelyben kérik a támogatást, és ezzel is talán hozzájárulnak ahhoz, hogy sikerrel járjunk. Köszönöm szépen, és ennyi volt a javaslatunk. Köszönjük szépen, és ha van kérdés, természetesen szívesen válaszolunk, szívesen nyilatkozunk is, és egyébként az utolsó gondolatra kitérve,